két zsidó általános iskolát is lövések értek Montreában. A golyó ütötte lyukakat a reggeli órákban találták meg az épületek ajtaján. Justin Trudeau, a kanadai miniszterelnök azt mondta, a leghatározottabban elítélik az antiszemita erőszakot. A feszültség egyébként tapintható Montreában, ahol a hét elején molotov koktél dobtak egy zsinagógára. Kordonnal kerítették el a rendőrök ennek a zsidó felekezeti iskolának a bejáratát Montreában. Az intézmény dolgozói riasztották a hatóságokat, miután egy golyó ütötte nyomot találtak az épület ajtajában csütörtök reggel. Nyomok után kutat a friss hóban egy kutyás rendőr, Montreal egy másik, zsidó felekezeti iskolájánál, a diákok pedig az ablakból figyelik. Ennél az általános iskolánál is lövöldözés volt szerda éjjel. Itt is találtak egy golyót az ajtóba fúródva. A történelem során már láttuk, hogyan bánnak a zsidókkal, ezért ez nem meglepő, de megdöbbentő. Ez egy ébresztő, mert már nem csak olvasok róla a hírekben, hanem velem is megtörténik, mondta az iskola egyik diákja. Az esetet a miniszterelnök is elítélte. Justin Trudeau közösségi oldalán egyértelművé tette, hogy a gyűlöletnek nincs helye Kanadában, és egységes fellépést sürgetett. Aztán Montrealban meg is szólalt az esetről. Ijesztően növekszik az erőszak, az erőszakkal való fenyegetés és a gyűlölet az országban. Mi nem vagyunk ilyenek, fogalmazott. Montreal polgármestere azt mondta, minden erejükkel azon lesznek, hogy újra biztonságossá tegyék a várost. Valérie Plante emlékeztetett, kedden két molotov koktél dobtak egy zsinagógára Montreal nyugati szigetén, kisebb kárt okozva az épületben, személyi sérülés nem történt. Szerdán pedig a helyi egyetemi kampusz területén csaptak össze egymással a palesztin párti és az izrael párti tüntetők. Itt két biztonsági őr és egy hallgató megsérült, egy tüntetőt pedig letartóztatott a rendőrség testi sértés miatt. Amikor azt mondtuk, hogy átléptek egy határt, sohasem gondoltam volna, hogy két nappal később azt kell mondanom, még egyet átléptek, mondta aggódva a Kanadai Zsidó Szövetség elnöke. Októberben a rendőrség 73 csak a montreali zsidó közösség ellen elkövetett gyűlöletbűncselekményt jegyzett fel. Ez több, mint amennyi atrocitás történt tavaly egész évben. A rendőrség megerősítette a biztonsági intézkedéseket az imahelyek és az iskolák körül, Quebec miniszterelnöke pedig nem zárta ki az izraeli és palesztin gyűlések betiltását.